Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közeleti műsora november 22-én szerdán. Nagyszabású árvízvédelmi beruházás fejeződött be a Krasznán. Erről is hallhatnak ma. Nézzük a kínálatot. Korszerűsítés. Fejlesztették a Kisvárdai Kórház járóbetegellátását. Ingatlan körkép. Változtatott-e az új csok a vármegyei árakon? Árvízvédelem. Befejeződött a beruházás a Krasznán. Fülorgégészet, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat. Többek között ezek a szakrendelők is megújultak a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. Az intézményben több ütemben fejlesztették a járóbeteg szakellátást. A korszerűsítéseket 300 millió forintos uniós támogatásból finanszírozták. A beruházás része volt a tüdőgondozó kórházi telep helyére költöztetése is, ehhez további 140 millió forintos önerőre is szükség volt. Idén májusban készült felvételek, itt még javában zajlottak a fülorgégészeti szakrendelő felújítási munkálatai a Kisvárdai Kórházban. A kiürített épületrészt az elmúlt néhány hónapban teljesen felújították, a szakrendelők pedig új orvostechnikai eszközökkel is gyarapodtak. Egy átfogó korszerűsítésnek köszönhetően több részleg is megújult a kórházban, a hivatalos átadáson ezeket egy bejárás keretében is bemutatták. Új székeket kaptunk, olyan apróságokat sikerült megoldani, hogy úgy képzeljétek el, ez a szajtó, teljesen más dolgom van. A Szent Damján görögkatolikus kórház az elmúlt években több ütemben fejlesztette a járóbeteg ellátást végző szakrendelőit. Kisvárdán a Szent Damján görögkatolikus kórházban úgy gondolkozunk, hogy mindig megnézzük, hogy mi az, ami fejlesztendő területünk, és ehhez, hogyha találunk forrást, akkor belevágunk, és ezeket a területeket fejlesztjük is. Ez egy hosszú távú fejlesztés, ami most megvalósult. A járóbeteg szakrendelőknek a felújítását célozta meg. Ez egy második lépcső volt, az első lépcsője 2015-ben fejeződött be, a második lépcsőt pedig most ez év szeptemberében tudtuk befejezni. Szülészet, nőgyógyászat, fülorgégészet, reumatológia, rehabilitációs területeknek a kubaturális feltételeit, illetve az eszközeit tudtuk visszapótolni. 2022. február 1-ével indult a projektünknek a tényleges megvalósítása, és az elmúlt év végén kezdődtek azok a felújítási munkálatok, amelyek a szakrendelőknek a tényleges fizikai felújítását célozta. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy párhuzamosan az a terület, ahol korábban COVID ellátás folyt és a COVID ambulancián elhelyezkedett, az most már felszabadult, hogy minimális volt a COVID ellátott betegünk, és erre a területre tudtuk átcsoportosítani ezeket a szakrendelőket. Kórházunkban úgy van megoldva egy-egy szakrendelés, hogy egy csoportban találhatók meg egy szakmának a szakrendelésé, és így egy komplett területet tudtunk a kivitelezőnek átadni. Mennyibe került ez a rengeteg fejlesztés? Közel 299 millió forintot fordítottunk erre a fejlesztésre. Ebben már benne volt az a tüdőgondozónak a felújítása is, amihez még körülbelül 140 millió forintot tettünk hozzá saját erőből. Ennek azért nagyon fontos a jelentőség, hogy bekerült, mert nagyon kevés kórház van Magyarországon, amelyik egy telephelyen tud működni, illetve a tüdőgyógyász szakma most már tudja támogatni kórházon belül a többi bennfekvő betegeknek a konziliárosi feladatainak az ellátását, a sürgőség, illetve az intenzív szakmának az ellátását. Az átadást szimbolizáló szalagot a tüdőgondozó épületében vágták át. Az ünnepségen elhangzott, Kisvárdán 1938-ban kezdődött a tüdőgyógyászati szakellátás, amelynek 1957-től 2021-ig egy belvárosi épület adott otthont. A szakrendelő 64 év után költözhetett ebbe a modern, korszerű környezetbe. A fejlesztés azért is kiemelt jelentőségű, mert a térség közel 40 településéről, valamint e területen kívülről is ellátnak betegeket. Van-e még olyan járóbeteg szakellátó, ami fejlesztésre szorul, vagy ezzel gyakorlatilag minden elkészült kórházon belül? Van még egy harmadik ütemünk, ez pont a COVID ambulanciánknak a végső befejezését vagy felújítását célozza meg. Erre most jelen pillanatban nincs forrásunk. Lehetőségé válik majd talán, hogy a saját munkatársaink segítségével részletekben, apró lépésekben fogjuk ezt a területet felújítani, de azt gondolom, hogy ez már a felújított, ebben a projektben 1000 négyzetmétert újítottunk fel, ehhez képest ez már egy minimális terület lesz, illetve most ezt jelen pillanatban minimálisan is tudjuk használni. Most egy radiológiai ultrahangvizsgálót helyeztünk vissza erre a régi COVID ambulanciánk területére.
Ezek a fejlesztések hány ember egészségügyi ellátását segítik majd a jövőben? A kórházunk alapfelvő területéhez 80 ezer lakos tartozik, de több szakmában is, intenzív ellátásban, traumatológiában pedig 150 ezer lakos tartozik hozzánk. Évente több százezer járóbeteg fordul meg, tehát én azt gondolom, hogy sok tízezer ember, illetve például a kismamák a szülészetnőgyógyászatban, akik majd élvezhetik ennek a fejlesztésnek az előnyeit. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt kettős cél volt, az egyrészt a betegek számára egy olyan komfortos felületet teremteni, amelyben jól érzik magukat, kényelmesebb, jobban tudnak elhelyezkedni a szakrendelőben, kényelmesebb a szakorvosi munka, illetve a saját munkatársaink számára is, akik itt dolgoznak nap mint nap, hogy olyan feltételeket teremtsünk, ami a hosszú távú munkaerő megtartásnak is az egyik alapfeltétele. A kórházvezetés további fejlesztéseket is tervez, amelyeknél már a kész tervek is rendelkezésre állnak. Sok-sok ötlet és sok-sok fejlesztési terv itt van a fejünkben. Az a szerencsés helyzetünk, hogyha várhatóan jövőre, vagy azt követő évben megnyílnek azok a források, amelyek ezeket a kórházi fejlesztéseket támogatják, akkor nekünk már kész olyan terveink vannak, például a 201-es épületünknek a belső komplet felújítása, vagy a sebészet és a traumatológiai területek felújítása, amelyhez az építési tervek alapján már tudunk pályázatokat is benyújtani, illetve már a sebészet vonatkozásában egy magyar-román pályázati kiírásban már adtunk is be egy pályázatot, amely remélhetőleg, ha nyertes lesz, akkor ezt a 30 ágyas területet, egy ápolási egységet, akkor jövő évben el tudjuk kezdeni rendbe rakni, felújítani. Jelentősen átrajzolta az ingatlanpiacot az energiaárak emelkedése egy évvel ezelőtt. A nagyobb családi házak ára csökkent, a kisebb társasházi lakások ára maradt vagy emelkedett. Mi a helyzet most, és mire lehet számítani jövőre, amikor indul az új csok? Vendégünk Bálkány Zsolt Lé, ingatlan szakértő, az Otthon Centrum irodavezetője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok a kedves nézőknek. Ugye a tavaly pont egy évvel ezelőtt, valamikor ősszel a orosz-ukrán háború miatt jelentősen emelkedtek az energiaárak, ez aztán megijesztette azokat, akik nagyobb családi házban laktak, mert nyilván az sokkal nehezebb fűteni, világítani, és ott nagyon gyorsan meg akartak válni ezektől az ingatlanoktól, így aztán nyilván gondolom én csökkent az áruk. Most milyen helyzet, melyek azok az ingatlan típusok, amelyeket inkább keresnek a vásárlók? Nagyon összetett a kérdés. Igazából azokat az ingatlanokat, ahol jó az energetika, volt korszerűsítés, tehát nyílászáró csere, kazán csere, szigetelés megtörtént, ugye itt gondolok a mennyezeti szigetelésre és a homlokzati szigetelésre, azokat az ingatlanokat keresnék a leginkább a vásárlók. Ezek az ingatlanok meg is tudták korszerűsítés miatt ugye tartani az árokat. Itt a rezsi az tényleg egy nagyon-nagyon alacsonynak mondható összeg havonta, tehát ezekhez az ingatlan árakhoz úgymond nem nyúlt hozzá senki, nem lett alkutárgya egy ilyen kész ingatlan, amiben akár csak költözni kell. Nyilván a korszerűtlen ingatlanoknak a piaca az lett olyan, hogy akár 10-15%-os alkut is elértek a kedves vásárlók, amikor elindultak ingatlant nézni egy korszerűtlen ingatlan esetében. Csak hogy a múlt héten pont történt egy érdekes dolog, az egyik hírportál egyik posztjában, cikkében megjelent egy írás, miszerint az otthon felújítási támogatás az a jövő évtől újra képbe kerülhet. Ennek egyébként nagyon gyorsan lett hatása. Ez a cikk megjelent azt hiszem, hogy kedden, és a hétvégén már a kollégáimmal több olyan ingatlant mutattunk, ami korszerűtlen, és viszonylag alacsony az ára, és pont ebben spekulálnak a nézelődők, hogy szeretnének akkor egy korszerűtlen ingatlant megvenni, felújítani, és a saját ízlésükre kialakítani, hiszen ezt az összeget még elő tudják teremteni, a korszerűek árát meg már nem. Én úgy olvastam talán, hogy konkrét összeg nem is szerepel, csak maga a tény, hogy esetleg jövő évben, mert ez egy nagyon jó program volt, sokan éltek ezzel az otthon felújítási támogatása lehetőséggel. Igen, csak a korábbi otthon felújítási támogatásnak egyetlen egy nagy hátulütője volt, nem megfelelően volt kontrollálva. Most az az ígéret, hogy jobban rá lesz nézve, hogy mire költik el az emberek. Gondolok itt arra, hogy valóságos energetikai korszerűsítések szülessenek meg, mert nagyon sok helyen fürdőszobák lettek újak, és esztétikai felújítások történtek, amik egyébként jók, mert hát ugye komfortosnak érezhetjük magunkat az otthonunkban, viszont ezzel még energiát nem spóroltunk.
Az új támogatásról az a hír járja, de ezt meg kell, hogy erősítsem, hogy járja, tehát ez még nem hír, hogy kontrollálva lesz, tehát itt az energetikai korszerűsítés lesz az, amit teljesíteni kell majd ezzel a támogatással. Ja, mondta azt, hogy nagyon keresettek a korszerű felújított ingatlanok. Négyzetméterben körülbelül mekkorák azok, amelyek mondjuk Nyíregyházán leginkább keresettek, amiket nagyon gyorsan el lehet adni, tehát az 50-60 négyzetméter körüliek, vagy a nagyobbakat is keresik. Milyen most a piac? Attól függ, hogy mire összpontosítunk, hogyha lakáspiacot nézünk, nem családi házat, akkor a lakásoknál 50 négyzetméterig gyakorlatilag csak befektetők vásárolnak. Ezeknek az ingatlanoknak a négyzetméter ára, a kisebb térmértékű ingatlanok négyzetméter ára elérheti a 600 ezer forintot is. Tehát még nem is olyan régen, egy hónappal ezelőtt egy 21 négyzetméteres garzon 15 millió forintért értékesítettünk, azért az egy elég komoly és magas négyzetméter ár, mert ugye ezeket az ingatlanokat nem olyan sokból tart felújítani, karbantartani sem olyan sokba kerül, viszont egy havi 100 ezer forintért őket is ki lehet adni. Tehát a kis lakások azok megmaradtak a befektetői piacnak, a nagyobb lakásokat vásárolják a családok, de itt inkább, tehát nem is arra összpontosítanék, hogy hány négyzetmétertől, hanem hány szobától. Tehát nagyon fontos az, hogyha valaki lakáscserében gondolkozik, és már család van, akkor általában szükségük van annyi hálószobára, nagyjából ahányan vannak, tehát ezt úgy gondolom, hogy a gyerekeket elő vagy utóbb szeretnék a szülők külön tenni, tehát ez már eleve kettő szoba, egy szülői háló az már három, és hát egy nappal is ártana, úgyhogy ilyen kb. Négy helyiségből álló ingatlan az, ami az abszolút ideális, ezek 60 négyzetméter fölött fordulnak egyébként elő, tehát a családok errefelé orientálódtak, illetve ha családi házakat nézzük, ott pedig szintén nem azt nézték, hogy 90 négyzetméteres vagy 150, hanem az hogyan van elosztva. Tehát megint csak az, hogy tudják a gyerekeket úgy elhelyezni, hogy mindenkinek meglegyen az élettere. Hálószobaszám fontos igazából. A Covid-járvány idején én, mint civil úgy tapasztaltam, hogy sok család próbálkozott mondjuk a társasházi lakásból kiskertes házba, sorházba menni, mert hogy van egy kis kert, ugye bezártság volt, talán ott a gyerekekkel jobban el tudnak lenni. Ez a folyamat, ez tart még, vagy esetleg megfordult, visszafordult? Mit tapasztalnak? Én azt gondolom egyébként, hogy a 2020-as évben valóban jellemző volt ez, hogy nem létezett az a mennyiségű nyaraló vagy nagyszállási zárt kert, ahol volt egy kis faház, amit esetleg nem vettek volna meg a kedves vásárlók, pontosan emiatt a home office bezártság leküzdése miatt, tehát megvolt ennek a jelentősége. Viszont vannak olyan emberek, akik már most, hogy nincs Covid helyzet, ők már visszakoznak ebből a dologból, mert ugye rájöttek arra, hogy a családi háznak a fenntartása, karbantartási költségei, kertgondozás, azok azért időt és pénzt igényelnek. Tehát vannak, akik már eladták ezeket az ingatlanokat egyébként, csak ott ugye első felindulásból hirtelen vettek egy kertes ingatlant, mert hát akkor az volt az észszerű, csak most, hogy már kvázi nincs rá szükség, rájöttek, hogy sokba kerül, meg tényleg nagyon sok idő egy családi házat karbantartani megfelelően. És az a tendencia, hogy a nagyvárosokból az agglomerációba költöznek a családok, ez tart még, vagy ez is megállt? Ez most fog igazából azt gondolom újra megindulni. Ugye most az új csokkal kapcsolatban az is kiderült, hogy a falusi csokkal összevonható lesz. Nyíregyháza környékén több olyan település van, ahol a falusi csokkot igényelni lehetett, és nyilván egy kibővített támogatás még nagyobb igényt fog majd támasztani. Egyébként van a környéken olyan település, ahol tényleg nagyon-nagyon sok embert telepítettünk, úgymond ki a városból, tehát eladták a paneleket, visszafizették a hitelt, és ilyen 7-10 millió forintért akár bujon tudtak venni egy háromszobás családi házat, és megszabadultak a hitelektől. Most azért azt el kell mondanunk, hogy azóta viszont ezek a kis települések felzárkóztak árban, tehát az, amit meg lehetett venni 2 évvel ezelőtt 5-7 millió forintért, az már 10 körül van, és tehát ott is szépen kezdik követni az árak a támogatások mértékét, ha lehet így fogalmazni. Ha már a csokról, az új csok pluszról szó esett, akkor nem sok mindent lehet még róla tudni, csak az, hogy lesz. Részletszabály még nem nagyon jelentek meg, de melyek a legfontosabb tudnivalók, és kinek lesz ez jó, és ki az, aki nem tud benne gondolkodni?
Hát elsősorban a 30-40-es korosztály az, akiknek jó lesz, és azoknak, akiknek van házasodási szándékuk, vagy házasságban élnek, mert hogy ez feltétel a házasságkötés ennek az igénybevételéhez. Azok a házaspárok járnak jól, akik még nem vállaltak ez idáig gyermeket, vagy nevezzük úgy, hogy még folyamatban van, tehát január után fog megszületni az első gyermek. Tehát ők járnak jól, mert igazából 3 gyereket, ha vállalnak, akkor kaphatnak 50 millió forint kamat támogatott hitelt. De nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy hitelt kaphatnak, mert az eddigi korábbi csokkal ellentétben itt nincs fix támogatási összeg. Tehát itt nem úgy van, hogy 2 gyerekre kapok 1.430.000 és hú, de jó, hogyha ezt teljesítettem, mert a 2 gyereket nem kell visszafizetnem. Itt hitelről van szó, viszont ennek a hitelnek a kamata 3%, ami azért nagyon jó, illetve a fiatalokat segítendő, egy 10%-os önerő elég lesz az ingatlanok megvásárlásához. Ez is egy nagyon pozitív változás, hiszen eddig 20% volt. Kamatokról nem is beszélve, tehát ez a 3% majdnem harmad annak, ami mostanában szokásos a hitelnél. Úgyhogy biztos, hogy élénkülést fog okozni, és tényleg az a célközönség, hogy az új családok, az újonnan alakuló családokat támogassa. Nyilván, ahol már van egy gyermek, ott is lehet még 2 vállalni, és ott is járhat ez a magas hiteltámogatás, de fontos megjegyeznem, hogy fogják azért nézni a keresetét is a párosnak, tehát nem mindenki fogja megkapni az 50 millió forintos hitelt attól, hogy még 3 gyereket bevállal, vagy egyre 2 még elvállalna, illetve hát az is nagyon fontos lehet, hogy igazából, ha megszületnek ezek a gyerkőcök, akkor végén az 50 millió forint hitelből 20 millió forint jóváírás keletkezik, és minden megszületett gyermek után 1 éves hitelmoratóriumot lehet kérni, illetve ez sincsen sehol még egyébként így megjelenítve, de nagyjából úgy kell gondolkozni, hogy a vállalt gyermekeknek akár a babavárónál meg kell születnie mondjuk egy ilyen 10 éven belül, de az első gyerekre 4, a második gyermekre 8 évet, ad a törvényalkotó, de még mindig hangsúlyozom, hogy addig, míg a magyar közlönyben ez törvényként részletszabályokkal nem jelenik meg, addig ez csak egy találgatás, egy fikció, hogy mi fog történni. Egy biztos, mert ezt bejelentették, hogy lesz ez a csok pluszos támogatás, de én azt gondolom, hogy mindenki óvatosan álmodozzon addig, míg a részletszabályok nincsenek meg, illetve addig annyit megtehetnek, hogy a bankok weboldalain megnézzék, hogy milyen konstrukciók létezhetnek erre az 50 millió forintra, hogy is néz ki a törlesztő részlet, mennyi jövedelem szükséges hozzá. Egyébként azt látjuk a sajtóban, olvastam egy ilyen adatot, hogy 16 000 ember volt, aki kalkulációt kért hozzávetőlegesen ehhez a csok plusz támogatáshoz. Hogyha ez igaz és ez valós ez a szám, akkor egy nagyobb mozgást fog elindítani a piacon, illetve még azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy azok az édesanyák még kaptak haladékot, akik már elmúltak 40 évesek, viszont a betöltött 12. terhességi hetet leigazolják, tehát ők is kaphatnak kamattámogatott hitelt. Tehát inkább akkor azok, akiknek még nincs gyermekük, tehát a jövendő családot próbálják így. Igen, az új családokat próbálják igazából ezzel a támogatással életre kelteni. Ez az 50 millió forint, ez hány éves, ugye ez egy hitel, hány éves lejáratú hitel, meddig kell ezt fizetni? Hát 15 vagy 20 év, ez nyilván attól fog függeni, hogy mit választ majd a család. Tehát erre igazából azok a pénzügyi szakemberek, hitelközvetítők sem fogják még maximálisan megadni a választ, akik ott ülnek a bankokban, hiszen ott a kalkuláció kihoz egy adatot, de tényleg a törvényt ismerni kell ahhoz, és a bankoknak is meg kell hozni a rendelkezéseket ahhoz, hogy erről tudjunk érdemben nyilatkozni, de általánosságban elmondható, hogy 15 és 20 éves időtartamra vesznek föl ilyen hiteleket. És ez használt, vagy új ingatlanra lehet ezeket az összegeket? Ez sem nincs még eldöntve pontosan. Igen, de a sorok között olvasva azt gondoljuk, hogy a használt lakó ingatlanokra is, hiszen akkor nem mondaná azt, hogy a falusi csokhoz is hozzá lehet rakni az új csok pluszt. Tényleg meg kell várni a részletszabályokat, meg azt is, hogy esetleg mi történik, ha nem születnek meg ezek a vállalt gyermekek. Én azt gondolom, hogy akkor lehet megfontoltan dönteni.
Akik viszont ebből ki fognak esni, ebből a Csok Pluszból, most, mert már megvan a 3 gyerek, vagy van már 2, és tényleg nem tudnak még 1 gyermeket vállalni, vagy a koruk, vagy az anyagi helyzetük miatt, azoknak viszont azt javasolnám, hogy még előttünk el 1,5 hónap, vagy 1 hónap inkább, és még most be lehet nyújtani esetlegesen hitelkérelmeket, és a régi csokkot föl lehet használni, aminek ugye az illeték kedvezmény volt a hozadéka, mert hogy elengedték, illetve azok fix támogatások voltak, és ahhoz is volt egy kedvező csokhitel, de nyilván ezeket a családokat, azokat érinti, akik 40 körül vannak, vagy már túl vannak a gyermekvállalási időn. Az építőben hogyan fog reagálni erre a Csok Pluszra? Lehet-e már valami érzetet, valamit mondani? Ugye én kicsit úgy éreztem, hogy a régi csoknál is, mintha az építőipar egy kicsit beáraszta volna ezt a támogatást, tehát annyival feljebb mentek az árak, most számíthatunk újabb ingatlan árnövekedésre, vagy ez még a jóslás időszaka? A jóslás időszaka, de attól tartok, hogy igen. Tehát én pontosan 2020-ban, amikor az otthonteremtési támogatást nyilvánosságra hozták, én abban az évben vásároltam személy szerint ingatlant, és nagyon nagy szerencsénkre bespájzoltunk az építőanyagból. Nem tudtuk, hogy lesz támogatás még azelőtt 1 hónappal, és hát ugye bizonyára mindenki gondolja, hogy emelkedtek az árak, de egyébként a mostani árak azok úgy 4-szerese, 5-szerese, tehát hogy nagyon durva áremelkedések voltak, már csak a felújítás végére is. Tehát hogyha a csempe négyzetméterét, járólap négyzetmétert nézek, az nekünk konkrétan a 3-szorosa lett a 2020-as árnak a mostani, úgyhogy várható, hogy igen, a támogatást ez az építőipari piac, a tüzépek is be fogják építeni az áraikba sajnos. Na, meglátjuk mindezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt, és a szakértelmére a későbbiekben is számítunk majd. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm, minden jót kívánok a kedves nézőnek, és jövök, ha hívnak. Más témával folytatjuk, véget ért a Kraszna árvízvédelmi megerősítésére indított nagyszabású beruházás. Megemelték és járhatóvá tették a töltéseket 22 km hosszan. A program záró eseményét hétfőn tartották Kocsordon, ahol Helebrand Enikő is ott járt. A nyírségben szinte valamennyi vízgazdálkodásra vonatkozó koncepciónak van helye. Időbelisége azonban nagyon érdekes ennek az, hogy hogy alakult a vízgazdálkodásnak az utóbbi 30 éves története. Azt kell mondani, hogy ennek a munkának, amit ma is egy részét átadjuk, a koncepciója igazából a 2000-es években született meg a vásárhelyi terv keretében, és nagyon nagy árvizek váltották ki, rekordárvizek töltésszakadással váltották ki azt az igényt, hogy a védműveket erősítsük. Az utolsó simításokat végzik a munkagépek és a szakemberek a Kraszna melletti töltésen Kocsornál. Nem csak a folyó saját árvize miatt volt fontos a töltés megerősítése, hanem a Tisza visszadúzasztó hatása miatt is. Közel 4 milliárd forintos projektnek a záró rendezvényén vagyunk. Érinti a Batár és a Kraszna folyókat. Most a nagy folyók mellett a két kis folyónak az árvízvédelmi problémájának a megoldásával foglalkoztunk. Krasznán több mint 20 kilométer hosszan fejlesztettük a töltéseket. A Batárnál is fejlesztésre került sor, és egy új műtárgyat is építettünk. Itt a töltéseken pedig mindenütt aszfalt koronájú burkolat épül. Ez azt jelenti, hogy mind a védekezés nagyban fogja segíteni, mind pedig az itt lakóknak a kerékpározását, a szabadidő eltöltésében is nagy szerepet fog játszani a jövőben. Azt kell tudni, hogy nem csak a saját árvízük miatt kell tartanunk az itteni magas vízszintektől, hanem a Tiszának a visszaduzzasztó hatása is jelentős, hiszen a Kraszna torkolata környékén és a Batár torkolata környékén vagyunk. Hát egy nagyobb tiszai árvíz terheli ezeket a töltéseket, és azáltal, hogy megerősítettük, megmagasítottuk, utat építettünk rájuk, a védhetőségüket nagy mértékben növeltük. Ezt a térséget érje leghamarabb a külföldről érő árvíz, és itt a legkevesebb idő a rendelkezésünkre. Tehát amikor már biztosak vagyunk benne, hogy nagy árvíz lesz, az csak 15 órával előtte tudjuk meg, ami nagyon kevés. Tehát itt nem elegendő
úgymond kompenzáló védekezéssel készülni az árvízre, hanem fix létesítmények kellenek, amelyekre nem kell úgymond rákölteni sem munkát, sem energiát, ha jön az árvíz, mert nincs rá időnk. És ezért került fókuszba ez a térség az árvízvédelem ügyében Magyarországon. A mellékfolyókba is visszaduzzaszt a Tisza, itt ahol vagyunk most Kocsordon, itt is az a jellemző, hogy a nagy árvizet a Tisza visszaduzzasztása okozza, tehát úgy tetszik, kicsit visszafele folyik árvízkor a folyó, tehát arra kell készülnünk, arra a magasságra. A Krasztán önmagában nem szokott annyi vízhoza menni, hogy az ilyen árvízi helyzeteket alakítson ki. De nem csak a szomszédos országok miatt van különösen nehéz helyzetben ez a térség, az időjárás is megnehezíti az itt élők mindennapjait. Az a tapasztalat és a tudás, hogy egyre inkább az időjárási szélsőségek jellemzik a Kárpát-Perencét, különösképpen az itt lévő folyókat, amelyek a gyorsan lezúduló víznek olykor nagyon nagy jelentőséget adnak, mármint az árvíz védekezésnek, hiszen a száj, illetve a kevés víz és a nagy víz is jellemzi ezeket a térségeket, ezt a térséget, úgyhogy itt a Kraszna mentén az itt élőknek az árvízi biztonságát szolgálja ez a projekt. Mostani év előtti év az elég aszályos volt, az egyik legaszályosabb volt év volt az elmúlt 100 évben. Ez az év viszonylag csapadékos, de ez nem szabad, hogy elfelejtesse vagyunk, hogy milyen aszályos időszakok is vannak itt a térségben, úgyhogy ez a víz visszatartás, a víz megtartás, a vízkormányzás nagyon fontos feladat lesz a jövőben. Az árvízvédelem az a vízkészletek többletének a problémája, és a vízhiány problémája az aszály 2022-ben soha nem látott rekordot döntött. Valószínűleg volt ilyen mértékű aszály, de 1933 óta, amióta az aszály pontos azonosító mértékszámmal mérjük, ilyen súlyos aszály nem volt Magyarországon 2022-ben. Lehet, van nagy valószínűséggel 1867-ben krónikák írnak fel olyan aszályt, mikor a Debrecenből a Tiszáig kellett hajtani a marhákat itatni, meg születtek, annyi marha döglött meg, hogy Szörhalom nevű település született, meg ilyen, tehát nagy valószínűleg nagyon nagy aszálykárok voltak korábban is. De ebben a mérhető világunkban a 2022-es év az rekord év volt, és rámutatott arra, hogy milyen elmaradásaink vannak a vízkészlet gazdálkodásban. Több területen, itt is, amikor beszélünk a nyírségi ipari park vízpótlásáról, mikor beszélünk a Master Foodnak a brutális vízigényeiről, amit nem fogunk tudni kielégíteni. Tehát látható, érezhető, hogy egyrészt hiány is van, iszonyú nagy a felhasználási igény. Másrészt nincs meg a talajunkban, nincsen meg az a vízkészlet, ami korábban megvolt, vagy nem tud visszapótlódni olyan mértékben, ahogy korábban tudott. Ma a Tisza folyó szinte az egész magyarországi szakaszon gyakorlatilag megcsapolja azt a vízkészletet, amit a talajvíz eddig tárolt. Nagyon nagy ez a készlet, amiről beszélünk, ez több évtized alatt fogyott el alólunk, és gyakorlatilag ezt 2022-ben érezte már mindenki a bőrén, hogy ez nem normális, hiszen a kollégáim számításai szerint körülbelül másodpercenként 220 köbméter per szekundumot kéne most visszavezetni egy évig a talajba ahhoz, hogy a 30 évvel ezelőtti talajvízszinteket elérjük. Ez a Tisza völgyére vonatkozik most csak, egyébként más részeken is ez problémát okoz. Tehát van munkánk bőven, azt gondolom, ezeket a rendszereket megtenni. Tudomásul kell venni, sokan a koncepcióknál a fejünkre olvassák, hogy miért szabályoztuk a folyókat. Azért én ezt mindig azt mondom, ez egy kultúrának a része volt. Ugyanúgy Németországban, ugyanúgy Svájcban, ugyanúgy Franciaországban. Miért kellett a mezőgazdasági föld? A megélhetésért, a jobb létért, és nem volt szerencsés, ha ezeket elöntötte az árvíz. Tehát ezeket a korabeli koncepciókat én nem hiszem, hogy jogunk volna vitatni, mert a kultúránk része, de az viszont tény, hogy bizonyos tendenciákat elindított, gondolok itt a medersüllyedésre, ami most egyébként a talajvízhiányt okozza, illetve a talajban való víztározás hiányát okozza, és súlyos problémát jelenít meg. Tehát azt gondolom, és gondolom erre célzott elnök úr is, hogy a következő nagy feladatunk, hiszen az árvízvédelemnek már látjuk azért a végét, az az lesz, hogy a térség vízkészlet háztartását helyreállítsuk, azért, hogy legyen felhasználható vízkészlet, azért, hogy a talajvíztől függő ökoszisztémák
talajzsákot helyreállítsuk, mert hiszen jelenleg az ökoszisztémák nagy része elszakadt, azt lehet mondani, a talajvízszintől, és ez okozza a kiszáradásukat. És ahhoz, hogy megteremtsük újra a rétegvizeink vízpótlását, a lehetőleg a nyírségi nagy projekt keretében, mondok egy példát, ahogy egyébként országosan a homokhátságon is hasonló problémák miatt szükség lesz a homokhátság vízpótlására. A közel 4 milliárd forintos projekt keretében megerősített töltéseknek már az új 2014-es mértékadó árvízszintekhez kellett igazodniuk. A korábbi nagy árvizek rámutattak, hogy a régebben meghatározott mértékadó árvízszintek nem megfelelőek, ezért újra lettek ezek a szintek számítva, és ma már ezekre a szintekre építkezünk. Az elmúlt időszakban például a Tiszán, a Tivadari híd környékén volt jelentős töltésfejlesztés, illetve a híd fölötti szakaszon a balparton, ezeket már az új szintek figyelembevételével végeztük el, és hát ott további terveink is erről szólnak, hiszen előkészítettünk egy fejlesztést a tiszai töltések fejlesztése Gulács fölötti szakaszokon, jobb és a balparton egyaránt, illetve a túrtorkolati szakaszának az erősítése is terve van véve, hiszen ott is a Tisza visszaduzzasztó hatása jelentősen érvényesül. Két részre fókuszálunk, Gulács-Szatmárcsaka térségében az árvízvédelmi töltés erősítésére, illetve az új túr partvonalán a védvonal erősítése, az ahhoz tartozó Tisza szakasz erősítésére. Ezzel a két fejlesztéssel körülbelül a magyarországi fejlesztések árvízvédelmi szempontból azt mondhatni, hogy kész lesznek vásárosnaményig, és hát vigyázó szemeinket azért még ukrán területekre vetjük, mert ugye ott is vannak nyíltárterek, gyenge töltések, amelyek idézőjelben hátba támadhatják a magyar árvízvédelmet. Hát ezekre is figyelünk nyilván, és segítjük az ukrán partnert abban, hogy ott is fejlesztések szülessenek. Közös pályázati pénzekkel igyekszük ezt megoldani. Ugye működik a két országnak a határvízi bizottsága, ő ezeket a fejlesztéseket, terveket, üzemeltetéseket folyamatosan áttekinti, és ezen a kapcsolaton keresztül pályázunk, hogyha lehet, a költségvetésünket kérjük meg arra, hogy támogassa a munkákat. Nem véletlen például, hogy az idejében a Vérkén is végeztünk munkát Ukrajnában a magyar fél, mert szükség volt rá, és a két ország határvízi bizottsága ezt megállapította és megtette a szükséges intézkedéseket. Az árvízvédelmi töltések nagy részén ma már kerékpárút is található, ehhez is igazodott a most befejezett fejlesztés. Most már általánosságban elmondhatom, hogy az árvízvédelmi töltéseink nagy részén ma már kerékpárút is található, és így egyrészt jobban használható védekezés során, hiszen sima útfelület van, másrészt békeidőben lehet kerékpárútként is használni, ami azért a térség idegenforgalmának egy jelentős szempont. Ennek a térségnek viszonylag jó kerékpárút hálózata van, és kiemelkedő a töltésen kialakított kerékpárutak hossza is ebbe a térségbe. A fejlesztés részeként a Batár töltésben Magostigetnél a meglévő csőzsirip újjáépítése és a települési csapadékvíz elvezetés javítása érdekében mobil szivattyúállás kiépítése is megtörtént. A vízgazdálkodás három dologról szól, mint mondtam, egyik a vizek töblete, elleni védekezés, a vízhiány elleni védekezés, a víz minőségének a megtartása. És ebben a kérdésben egyébként ez a térség is úgy szerepet játszott. Erről mi tehetünk a legkevésbé, megmondom őszintén is, a legkevesebb fegyverrel rendelkezünk, de itt a térségben azért kiépült a PET-palack összeszedő rendszer, és külföldön próbálunk meg eredményeket elérni, értünk is el, hiszen a romániai kollégák is építettek már PET-palack visszatartó rendszereket, és ígéretet kaptunk arra is, hogy a bánya a nehézfém szennyezésekre egy programot fognak indítani, amelyet egyébként a maga a klímaváltozás okoz, hiszen olyan szélsőséges csapadékok vannak, hogy a bánya bezárása nem erre lettek méretezve, és ez okozza ezeket a történéseket. Tehát magyarul a vízminőségi vonalon is folytatjuk a harcot, de itt van a legkevesebb eszközünk. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb ezzel a műsorral hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!